Maga miért él? Szokott erre lenni magyarázat. Engem egyszerűen itt felejtettek. Téged is? Nem tudom. Klára velem nem boldog. Ha a doktor úr elvállalná őt, neki biztos jobb lenne. Nem biztos, hogy valami derűs apja tudnék lenni, de a semminél talán jobb. A papád is orvos volt? Nem volt. Él. Klára hány éves? 5 és 70 között bármennyi tud lenni. Réne. Tanárnő, ő Körner Aladár. Vidakné. Mi már találkoztunk az elvtárssal. Miért volt a fejed tegnap Körner Aladár ölében? Mert féltem. Egy órával ezelőtt fölhívtak a kamarából, hogy 3 kollégáról gyűjtsek információkat. Te vagy az egyik. Lehetne, hogy megint úgy, mint a konyhában, meg tetszene ölelni? Ha engem elvisznek, felszállsz reggel az első villamosra, és visszamész Holgihoz. Ne, nem fogom hagyni! Szerintem mi jártunk rosszabbul. Mint? Mint akik elmentek. A film női főszereplője, Szőke Abigail a vendégünk. Szervusz! Szia, Abigail! Sziasztok! Hát azt mondom, hogy egyik pillanatról a másikra hihetetlen népszerűséget okozott ez a film. Ha belegondolunk, akkor nem csak Magyarországon, de Amerikában is jelentek meg róla cikkek. Hát többek között a Variety írt rólad. Hogy élted meg ezt a hirtelen jött népszerűséget? Hát igazából szinte Amerikában kezdődött el, és utána látták Magyarországon a többi újságíró. Hát ez nagyon durva volt. Amikor először az első cikk megjelent, nagyon meglepő volt, és szinte hihetetlen. Ugye 19 éves voltál, amikor forgattad a filmet, te akkor egyébként belegondoltál, egy ilyen forgatás közben belegondol egy ilyen fiatal színésznő abba, hogy ez hova eljuthat, hogy ezt kik fogják látni, hogy mennyi, tehát ugye hogy ezt a filmet neveztük az Oscarra, tehát ezt nagyon sokan fogják látni valószínűleg. Igen. Ebben te belegondoltál, miközben forgattad, vagy te csak arra koncentráltad, hogy fú, most ez a dolgom, Hajdú Károlya forgatok, immár a másodjára. Mi volt a te fejedben? Milyen időszak volt ez? Hát abszolút váratlan volt ez az egész, ami történt. Azt gondoltuk, amikor forgattuk a Barnával, hogy ezt leforgatjuk, aztán leadják majd a tévében, mert ugye ez egy tévéfilmként indult, és leadják, majd látják egy páron, aztán kész ennyi, és ehhez képest szinte csoda történt ezzel a filmmel. Hát ez biztos, ez egy elég váratlan abszolút fordulat. Abszolút, nekem volt olyan szerencsém, hogy Káréik itt voltak nálam, és beszélgettünk velük a film kapcsán, és akkor nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy mennyire nehéz volt megtalálni ezt a tökéletes párost, akik ilyen jól tudnak együtt dolgozni, mert hogy ugye ez a kulcspontja a filmnek, a ti párosotok, a Károlya. Hát igen, tulajdonképpen mi szinte vagyunk ti állandóan, így van. Te mit éreztél, amikor ezt a szerepet megkaptad? Tehát azonnal rá tudtál hangolódni erre? Ez egy igen nehéz történet, és azt gondolom, hogy 19 évesen átélni meg talán egy picit még nehezebb. Ezt a történetet, vagy azért meg kellett küzdened vele? Sokat utána kellett olvasnod, beszélgettél olyanokkal, akik túlélték, és még túlélők. Igen, hát rendesen fel kellett rá készülni, azért ez nagy falat volt, egy főszerep így hirtelen. Hát Barnával rengeteget elemeztünk, végig elemeztük az egész forgatókönyvet tulajdonképpen, és minden mondatról mondatra, hogy mit, honnan. Hát Klára nagyon sokszínű, és ezt a sokszínűséget nagyon be kellett lőni pontosan, hogy akkor mit, hogyan mondok. És hogyan készültetek fel, hogy azt mondtad, hogy most mindent átbeszéltetek, de mindig az napi adott jeleneteket beszéltétek át, vagy az egész forgatás előtt már ti elkezdtetek dolgozni arról, hogy bemutatott téged olyan embereknek, akik ebben esetleg érintettek. Igen, már a forgatás előtt volt egy próba folyamat, amikor az egészet végig próbáltuk, hiszen a forgatás az 19 nap volt, és ez azért elég rövid idő, és ott már nem volt idő arra, hogy próbálgassuk a dolgokat, ott már csak azt állítottuk be, hogy ki honnan jön, hova megy. Úgyhogy mindent lepróbáltunk előtte, elmentünk az egyik rokonomhoz, aki holokauszt túlélő, és beszélgettünk vele is, meg Barna mesélt arról a korról, abban az évben érettségiztem, úgyhogy tulajdonképpen így felkészült voltam történelmileg.
Amúgy ez tényleg milyen szerencsés. És egyébként a Karesszel Hajdú Károlya milyen volt együtt dolgozni? Ugye ti korábban már forgatottok együtt a Martfűrénben. Igen. Egészen más kontextusban, azt szerintem mondhatjuk. Tehát az nem éppen egy barátságról szólt. Milyen volt vele most a munka? Ti ott egyébként a Martfűrémkor jobban lettetek esetleg? Tehát ott már kiderült, hogy ti jól tudtok együtt dolgozni, jól működtök együtt? Hát nagyon keveset forgattunk együtt, meg velem volt egy pszichológus, és akkor tulajdonképpen nem tudtunk sokat beszélni, meg ő is ott el volt foglalva. Hát ő nagyon figyelemreméltő, ahogy dolgozik, és ez jó volt, hogy láthattam, ahogy dolgozik. De hogyan erről mesélsz nekünk egy picit? Hát ő tulajdonképpen azokban a napokban játszott esténként a színházban, úgyhogy eléggé kimerült volt, gondolom, mert hajnaltól forgattunk, és tehát, hogy ez kimerítő azért eléggé. De lehet, hogy ez jót is lett a szerepnek. Egyébként. Most a film már le van forgatva, mondhatjuk azt, hogy dobozba van, tehát innentől kezdve már sokat nem tettek azért, hogy ugye bekerülje majd a szűkített mezőnybe is, gondolom, hihetetlenül izgultok, de neked hogyan tovább? Azt gondolom, hogy egy ilyen lehetőség után, vagy egy ilyen hírek után azért téged megtalálnak lehetőségek mindenhonnan. Mennyire vagy most ezzel elővigyázatos, vagy gondolod át háromszor, vagy amit felajánlanak, én megyek? Hát nem csörök többet a telefon. Igen? Nem tudom. Hát ugyanannyi van, mint eddig volt, és persze jól át kell gondolni, de nagyon örülök, hogyha megkeresnek valamivel. És akkor te most mit csinálsz? Én valamiért azt képzelem, hogy azért az a cél, hogy te színész legyél, vagy most már tulajdonképpen ezzel nevezhetünk téged, hogy te színész vagy, de gondolom el akarsz végezni egy színművészetit, vagy ez van a fejemben. Hát meglássuk, hogy mit hoz az élet. Jaj, de szépen mondtad. Igen, meg olyan titok. Persze azért jó lenne célokat kitűzni. Meg fogom próbálni a színművészetit megint, mert kétszer próbáltam, és nem sikerült. Most a Pesti Magyar Színi Akadémiára járok, és jó helyen vagyok ott. És egyébként film vagy színház? Mert ugye ez egy nagy különbség, azt szokták is mondani, hogy nem minden színész alkalmas filmszerepre, és nem minden, aki jó filmszínész, az nem biztos, hogy jó a színpadon. Hát főleg idáig a filmek találtak meg, de szeretném megtanulni a színházat. Nagyon, az is csodálatos. De egyébként téged most lehet látni valahol azon kívül, hogy az Akik Maradtak című filmben a moziban? Hát a Pesti Magyar Színházban ott játszott háttér szereplőként. De jó, de most egy picit konkretizáljunk, mert azért gondolom vannak nézők, akik azt mondanak, hogy úgy, ezt szeretném látni színpadon, mert megnéztem ez a filmben, olyan jó volt. Hát nem hiszem, hogy felismernek, mert... Hát nem baj, most adjál nekik lehetőséget, hogy melyik darabra kell beülni. A Pinokióban vagyok, a Kincses szigetben és a Valahol Európában. A Pinokióban is benne vagy. Az most te bemutatva. Így van, de azt nem ma este játszák. Hát nem tudok róla. Ja. Hát akkor ez nagyon kellemes. Hol van anyám? De egyébként egy nagyon fontos dolgot szerintem kihagytunk a beszélgetésből, Abigail, hogy hogyan kerültél be ebbe a filmbe? Hát az Asher Irma hívott a castingra, elmentem, és akkor volt több forduló, és aztán ki lettem választva. És akkor a Karesszal kellett egyébként castingolnod, vagy ez csak a végén került képbe? Nem, a második fordulón ott már vele néztek össze, de még egyikünket se választottak ki, és aztán szűkült a kör, és végül így. És egyébként, hogyha kijut az Oscarra a film, akkor te tervezel kimenni? Hát nagyon jó lenne, persze. Biztos, hogy ki, mert miért nem enne ki? Ha nehogy válogatod nem a ruhákat. Tudod, az ember azért biztos elgondolkozik, hogy hát azért oda kijutni, az mekkora dolog, mibe menjek majd? Hát nincs igen, egy göncöm se. Ez nagy dolog, de hát jussunk el odáig. Borla, ez legyen a legnagyobb probléma, hogy mit fogsz felvenni majd a vörös filmjén, ugye? Köszönjük szépen, hogy itt voltál, akkor nagyon sok sikert kívánunk neked a jövőre is, a tanulmányokhoz és a következő szerepekhez is. Köszönöm szépen. És nagyon gratulálunk. Köszönöm.